Kezdjük. Sziasztok. Ez már a kezdés lett volna, amúgy csak hirtelen nem tudtam mit mondani. Ja, hogy nem tanultad meg a szöveget, és most látom, nincsen beköszönő szöveg leírva. Soha nincs beköszönő szöveg, ez mindig ilyen spontán jön nálunk, tudod. Viszont van nekünk Xi Jinpingünk, Eurovíziós Dalfesztiválunk, Forbes 20-as listánk, és egy új tanulmányunk, miszerint a sminkelt férfiak vonzóbbak, mint a smink nélkülek. Ezt majd kifogjuk fel. Ezért van ma itt többek között Emilia, ja, csak ezért aki értem. Megszakérti azt, hogy a kisminkelt férfiak azok mennyire vonzók, de nagyon, haladjunk szépen sorjában. Kezdjük a komoly témák. Kezdjük a komoly, akkor a smink. Na, de tényleg amúgy ez a Xi Jinping magyarországi látogatás, én nem akarok most mindenféle felvezetéseket, csapjunk bele úgy, ahogy a szokás. Nem tudom, hogy miért mondtam ezt. Na, igen. Nyugati vádak, ugye? Nem akarok felvezetőt, tehát nem tudsz felvezetőt. Nem, most nem, fáradt vagyok, nem aludtam eleget, meg a hasam is fáj, meg minden bajom van, tudjátok. Na, annyi, hogy itt járt Xi Jinping, és ezért a nyugati sajtó tajtékzott, hogy úristen, hogy képzeljük, hogy egy diktátorral találkozunk, viszont Xi Jinping csak addig volt diktátor, ameddig Magyarországon járt, amint átment Franciaországból, onnantól kezdve demokratává vált. Hát annyi a különbség, hogy először volt Franciaországban, és akkor utána jött hozzánk, de igen, egyébként, tehát ugye ez ilyen szempontból viszont még nevetségesebb, hogy eljött Franciaországból, eljött Párizsból, eljött Budapestre, és akkor jelentek meg ezek a cikkek, tehát, hogy elfelejtették, hogy két nappal ezelőtt, de lehet, hogy nem, hogy éppen ott járt a csávó, és hogy ő nyilván akkor lett diktatórikus vezér, és nem tudom, a világ megrontója és a legrosszabb ember a világon, akivel soha nem szabad barátkozni, minden, de két nappal előtte, amikor még kaviárt ettek együtt a Macronnal, igen, akkor az még teljesen belefért. És akkor itt most lássátok a képeket, gyönyörködjetek benne, segítsetek a nevével, Juan Rodrigo Carlos Sánchez, nem tudom, a spanyol miniszterelnököt. Ó, ott van Xi Jinping. Jaj, Ursula von der Leyen. És igen, ő is ott volt egyébként Orbán most Párizsban. Orbán Viktorral is ott volt, igen. Na hát Merkel azt mondja, és még Juncker is ott van. Na igen. Hát, és ott van Mark Rutte, holland, és megint a spanyol, és Macron, és akkor Scholz, meg ennyi van. Hát ezek mind diktátorokkal pózolnak. Igen. Meg az is diktátorokkal pózol, akinek iPhone-ja van, mert ugye az ott készül, meg amúgy nem iPhone is ott készül. Minden szóval már ott készül, igen. Ez olyan, mint az aksi gyár. Tudod, az is rossz, ameddig Magyarországon van, de ami Németországban, az akkor jó lesz. Akkor rendben van, sőt, akkor ugye a legfejlettebb technológia, hiszen a... Nem is tudom, mivel magyaráztak, mert egyszer, amikor szerintem konkrétan pont, hogy a zöldek adták át, nem? Az egyik akkugyárat németeknél. Azok, tehát, akik itt kampányolnak ellene. Így van, igen. Tehát hogy van egy ilyen totális ellentmondás, hogy ott a zöldek adták át, mert hogy ez mennyire haladó fejlett, és hogy most már ez a környezetvédelemnek, nem tudom, az éllovasa lesz majd, nem? Tehát hogy ez volt, hogy az akkugyárak azok jók, de amikor Magyarországon vannak, de rosszak. Hát ugye az volt a vád, mert hogy ugye Németországban, vagy nem, bocsánat, hogy Németországban nincsenek olyan viharok, mint Magyarországon, mert a híres magyar Katrina hurrikánok, azok elsodorhatják az akkumulátort. Jó, hát most erre mi... De ugyanez van az autógyárral is. A BYD. A YMCA, na mindegy az. Az is, hát ugye most a németek azért kicsit fosnak, mert azért, hogyha a BYD az kiüti a német autókat, és nem csak azért, mert ugye nézzük a Toyota, például tökre átvette már az autóipart itt a Közép-Kelet-Európa, mert olcsóbb autókat kínál, mint mondjuk egy Mercedes vagy egy BMW, és van olyan minő, tehát van olyan jó, úgyhogy azért, igen. Azért itt ennek, lesznek itt gondok, aztán majd a németek fogják venni a sok kínai autót, és akkor szépen a Merci meg a... Mondjuk ez nekünk sem feltétlenül jó, de ami még egy másik fontos érvény, ezt Szakács Árpádtól hallottam, is legutóbb, de amúgy meg rengetegtől, összeszerelő üzem leszünk. De ezt tudom, mióta mondják. Tudom, szerintem... 2010... De, vagy, szerintem már vagy 40 éve, de tényleg nagyon régóta, tehát amióta vannak külföldi beruházások Magyarországon, mindig ezzel nyugtatgatnak minket, hogy na hát ez csak egy összeszerelő műhely, hogy kb. Az egész ország az. Igen, még. Persze, és a Európa segluka, ez szokott általában még lenni az ilyen kedvelt kifejezés. Ez lebecsmérlő, szerintem ezeket nem kell felvenni, és akkor mi van, hogyha összeszerelő művehely egyébként, nem? Tehát, és akkor kit érdekel? Hát ameddig ez ide pénzt hoz, ugye? Munkát ad, és ellenben az Európai Unióban nem érkeznek források, és az meg nem ad pénzt, pedig egyébként kéne adnia, akkor felülem aztán a sátán pénze is foroghat a gazdaságban, hát engem hol érdekel? Ennyi, de sokkal jobb lenne, hogyha helyette, ahelyett, hogy gyárba menni,
mennétek dolgozni, mindenki lenne szociológus, és a CEUN tanulna leszbikus táncelméletet, meg víz alatti kosárfonást. Biztosan, de tényleg, ezek azok mondják azt, akik mindenhova ilyen mindenféle társadalommérnököket akarnak, mert az, hogy valaki elmegy egy gyárba dolgozni, és megkeresi a 500 000 forintot, hát én kérek elnézést. Hát beszarok már azért, mert szégyellje magát, hogy elmegy. Azért tegyük hozzá, vannak emberek, akik szeretnek egy kiszámítható életet, szeretnek reggel elmenni a munkájukra, és ott dolgozni, aztán este hazamenni, normális, nem éhbérért, normális bérért. Igen, és azért, bocsánat, csak azért jön ide a külföldi vendégmunkás, meg ugye hallottuk, hogy már Romániát is leöztek, azért jön ide a sok román dolgozni, és nem a romániai magyar, nem az erdélyi magyar, hanem a román jön már ide át, mert annyira leelőztük őket, hogy ide járnak át dolgozni. Hagyjuk már. Hogy alapvetően ugye mindig ez a kritika, és biztos, hogy most is lesz olyan kommentelő, aki majd ezt emeli ki, hogy de hát, hogy környezetkárosító, vagy nem is egészségkárosító, most ugye ez a legújabb. De egyébként biztos lehet találni olyan gyárat, ami egy ilyen régebbi technológiában működik, amit valóban egészségkárosító, de ezek ma már a mostani akkumulátorgyárak, ez már nem olyan, tehát ez nem, értetted, hogy ez nem úgy, ez egy folyamatosan fejlődő technológia. Nyilván senki nem fog, vagy senki nem akar, mert senki nem fog olyan helyen dolgozni, ami... Azbesztet belélegezni, igen. De persze, és egyébként ennél sokkal rosszabb munkahelyek is voltak már, úgyhogy szerintem egyetem például nem kell lenézni azt, hogyha valaki például egy gyárba megy el dolgozni. Ez ráadásul elég jól fizetnek most már ezeken a helyeken, úgyhogy szerintem ez egy abszolút pozitív és jó dolog. Engem az szokott ilyenkor, az veri nálam ki a biztosítékot, amikor egészségkárosításról beszél az, aki amúgy egy ilyen láncdohányos. Tehát nálam ez, most nyilván nem állítom, mindenki meg az. Meg piágat, nem? Igen. Tehát, meg persze az egészségkárosító, hogyha reggel egy csavaros kiflivel kezded a napot, és azzal az, bocsánat. Kőműves akti mellel. Igen. Hát ugye ebbe bele lehetne menni, mennyi minden egészségkárosító. Igen, tehát hagyjuk már ezt igen, tehát megeszi a mekis hambit, az nem egészségkárosító, de az, hogy elmegy egy gyárba dolgozni, ami amúgy, tehát nyilván van egyfajta környezeti hatása, mint mindennek van a világon, de még ezzel együttvéve is, hogyha a német zöldek szerint ez működik Németországban, akkor nem értem, hogy... Igen. Most ez tényleg ilyen nagyon demagógnak hangzik, de akkor nézze meg az ember, hogy a napi 8 órai ülő munka is mennyire egészségkárosító, mert amúgy az is az, hogyha ülsz a számítógépet egész nap. Tehát mindenbe lehet találni ilyen dolgokat, úgyhogy szerintem ez az ilyen leggagyibb ellenérve erre. Legyetek szociológusok, vagy hogyha nem megy, akkor még mindig indulhatok az Eurovíziós Dalfesztiválon. Micsoda? Hát kötés. Nagyon jó. Jó, ne indulj. Mi egy klasszikus a pusztító alpáriságnak. Na. Hát ugye... Milyen jó lenne, nem, hogyha a Robi még mindig ilyennel kell foglalkozni. Figyelj, megnéztem a Puzsér egyik régi videóját 5 évvel ezelőtt, amikor főpolgármesterek a Dancsó cikiszt, amikor egymásra indultak. Figyelj, én ezt kimerem mondani, úgyhogy Puzsérral vannak köztünk azért ellentétek, az amúgy baromi vicces volt. Én azon nevettem, még most is úgy, hogy tudom most már szemtől szembe, hogy milyen a Robi, de én azon őszintén tudtam még tegnap is nevetni. Szerintem a Robi kicsit megkeseredett lett. Ez nem tudom, hogy... Hát én tudnám, hogy kihez kötném, de ahogy el tudnám mutogatni, de az le kellene borotválnom a hajamat. Jó, de hogy... Igen, nem biztos, hogy mi dolgunk, hogy az ő magánéletüket ezt megítéljük, de hogy alapvetően én azt érzem rajta, hogy egy ilyen kiüresedett és megkeseredett lett, és szerintem ez nagyon sok, ugye erre egy egész adást szenteltünk szinte, tehát amikor róla beszéltünk, igen. Tehát, hogy nekem az ilyen keserűség jön le róla, és most már nem csak ez az ilyen alapvető cinizmus, mert ez egyébként egy jó pofa dolog, nem? Az vicces, az mindenkibe van, tehát igen, kell. Hogy azt, hogy szeretik az emberek, de ő nekem most már átment ebbe az ilyen megkeseredett fazonba. Igen. Sajnálom. Na de, akkor Eurovízió. Hát én itt írtam föl pontokat, és az, hogy kinek hívják, a transz nem bináris lett nem a győztes, ez az én listámon az 5. helyen van a súlyossági sorrendben, mert amúgy ez egy hőstett, amúgy csak tegyük hozzá, hogy támogatói közegben felvállalni a te másságodat, ez amúgy hőstett. Tehát ugye azzal kezdjük, az ír sátánista transznemű tánc csapat. Jó. Alapból most megnézzük a produkciót, látunk ilyen fura embereket, így mindenféle ilyen szarvakkal, ördögnek álcázva, vagy embernek álcázva magát az ördög, vagy tudod, ilyesmi. De ők is azt hiszem transzneműek voltak, és már az sem elég a győzelemhez, de hogy transznemű ördög legyen. De jó, hogy ezt a hajót elhagytuk, nem? Tehát ebből még, azt nem mondom, hogy időbe ugrottunk ide, hogy nem, ez mi az, Atya Úristen?
És akkor várj, ott van még, hogy kifütyülték az izraeli indulót. Ez is vakmeleg, igen. Milyen érdekes, nem? Mekkor átfordult a világ? Igen, hogy... de ugye mi volt? Akkor csak az volt. Hát a németeknek mennyibe került a germánoknak? Körülbelül 100 év, mire visszatértek az eredeti genetikai irányvonalukhoz. Megint egy kereskedőnép vissza meg ennek a levét, hogy a németek megőrülnek, vagy germánok. De nagyon nagy szerintem. Ez, amit az izraeli indulóval műveltek, és akkor milyen érdekes, hogy még így is ötödik lett, azt hiszem. Tehát, az hogy... majd mindjárt térjünk rá, hogy miért. Igen, tehát hogy így is amúgy ötödik lett, de hogy végig fújolták, betámadták minden de én nekem ez meglepő, tehát hogy én... Mert ugye eddig az volt, hogy mi nem vagyunk Izrael ellenesek, meg antiszemiták, mi csak azt akarjuk, hogy a palesztinok azért hagyják őket békén, meg ilyen de skandál. De nem, ez már nem az. Most már nem, itt most már vállalják nyíltan, hogy antiszemit, mert ez netto antiszemit. És most tudom, hogy vannak közöttünk, vagy közöttetek, mi hazánkos nézők, meg olyanok, akik ettől... ez az antiszemitizmusra jutott szélsőségesebb nézeteket is vallanak, meg olyanok is, akik széderestre járnak, nem pressz van asztalhoz, de ugye amúgy, de most bárki bármit gondol erről, tehát azért azt érezzük ugye, hogy ez a vonal, ez azért nem annyira egy jó irány, tehát azért ez nem olyan, nem egy egészséges irányvonal. Úgy, ahogy szerintem sem, mint amikor a sportolókat kitiltották, az orosz sportolókat kitiltották. Tehát annak az orosz sportolónak, vagy ennek az énekesnek mi köze van bármihez, nem? Tehát, hogy de szerintem... nem kérdezték meg, hogy Putyinra szavazott-e. Így van, tehát szerintem ez egy nagyon rossz irány. Ez mindenféleképpen nagyon rossz irány, és az, hogy kifütyülik a színpadon, ez... Ez a kollektív igen, bűnösség elve. Igen. Tehát szégyeld magad, hogy? Tehát igen, ez igen. Jó, hogy nem raktak rá sárga csillagot, hogy mindenki jól lássa. De látod, hogy mindig vissza, de ez tényleg ez egy ilyen visszatérő motivum a történelemben. A germán népnél. Azért azt tegyük hozzá, hogy ez. Hát ez nem csak náluk. Hát én ott látom a gyökerét ennek mindig. Na de, a szakmai zsűri 0 pontot adott az izraeli indulónak, ugye azért, mert ugye van egy közönség zsűri, meg van egy szakmai, és a közönség. Ja, persze, és gondolom... a közönség 5. helyig jutott, de 0 pont. 0 pont azért, mert a származásod miatt, vagy 0 pont, mert nem énekelt, vagy nem adott elő produkciót. Igen, tehát, hogy ez durva. És nem? Akkor azt mondják, hogy várj, és most jön a legdurvább, mit írtam föl? Igen, a finn induló. Igen. Várjál, még fontos gondolat. És azok, akik felpontozták az izraelit, azok most készek, megy ki hozzájuk a rendőr ilyen csónakos motor a farkas kutyával, tudod? És akkor majd nézzük, hogy aha, zsidóra szavaztál? Hihetetlen. És a finn indulót pedig betámadták azért, mert kikerült egy backstage videó, ahogy ő az izrael induló táncikált, ilyen hülye TikTok táncot nyomott. Igen, és azért, hogy szégyeld magad, hogy zsidóval táncoltál. Tehát ez a Schindler listája, amikor hozzáért a zsidóhoz, és akkor 3 nap magánzár. De ez nagyon... De nevetség. De az a durva, hogy mi van 2024, nem? Hogy így ki gondolta volna? Még van 10 évük. De hogy nem ezt ki gondolta volna? Ezt meghaladtuk, ugye azt hittük. Ugye, mert ők mondják mindig ezt, hogy hát mert ez már nem vagyunk ilyenek, meg ez már régen. Nem a szart, nem. De azért mondom, hogy nem változnak az emberek. Tehát nem, alapvetően ezek körök, tehát hogy ezek hogy ugyanoda tér vissza, tehát hogy ez régen is így volt, és nem csak a második világháború környékén, hanem az előtte is az antiszemitizmus az jelen volt. Igen. Tehát hogy ez egy ilyen a történelmünket végigkísérő eszme, tehát ilyen szempontból, hogyha ezt nézed, akkor szerintem nem én egy szürreális, hogy nem, hogy 2024-ben ilyenről beszél. Nem hittem volna ezt, ugye, ahogy én felnőttem, én úgy nőttem fel, hogy ilyet nem illik. Nem azt, hogy nem illik ilyet csinálni, mert abban a korban nőttem fel. Még úgy is, még a Vadkeleten is. Igen, de egyébként mondom, akkor se lenne oké, hogyha ez történt volna, hogyha bármelyik másik országgal csinálták persze, volna ezt. Persze. Tehát, csak azért, mert egy adott országot képviselsz, kifütyülnek, azt szerintem, az, vagy kifújolnak, azt szerintem az kurva gáz. Hát az, nem az a legviccesebb, hogy ugye azt halljuk, hogy Orbán Viktor nem egyenlő Magyarországgal, a magyar nép nem egyenlő Orbán Viktorral, de az izraeli versenyző egyenlő Izrael politikájával. Yeah. Tehát ez mi? És akkor várjál, mi van még itt? Hát igen, az, hogy a győztes ugye az egy... Nem, ja, és akkor most jövünk el. Igen, na és igen, most jövünk el, hogy ja, hogy a győztes nem bírál, hát az már mindegy. Tehát itt már tényleg ott tartunk, hogy ugye vannak ezek a kasztok, tudod, volt először a meleg, transvestita, transznemű, és akkor most van a nem bináris. És akkor ebbe a Nyugat-Európa próbálja beletenni a muszlimot, valóban beéken, és képzelő, hogy hogyan aránylanak ezek a társadalmi kisebbségek egymáshoz. Szörnyű az egész. És az a legdurvább, hogy egyáltalán nem hökkentem meg, mert tudod, hogy semmi izé nem volt, hanem így elolvastam, és így, ja, hát így amúgy fotó alapján is ezt tippeltem volna, nem? Hogy belenéztem a
de csak TikTokon belefutottam, na így, akkor így teljes a történet, belenéztem ezekbe a produkcióba, vagy így láttam ők részletet, és szörnyű. Tehát, hogy minősíthetetlen, és tényleg is az jött, de jó, hogy ebből kimaradunk, nem, és hogy de jó, hogy már nem vagyunk, és hogy azért még amikor, mit tudom, mikor volt a BioLex, hogy mit 10 éve, akkor még nagyjából szerintem követték így a magyarok ezt az egészet, akkor nem volt ennyire durva. Pápai Jóci után lett szerintem, Pápai Jócinál volt az, amikor már ott kezdett el durvulni. Én már nem is emlékszem, én csak arra emlékszem, hogy nem tudom, hogy kb. Egy 10 éve volt ez a BioLex-es, és hogy akkor én akkor néztem, és nem ilyenre emlékszem, akkor nem volt itt, tehát ugye 10 év alatt olyat fordul a világ, nem, hogy hihetetlen. Igen, és ez így történt. És most gondolj bele, hogy akkor láttad volna ezeket a mostani performanszokat. Hát azt mondod, hogy Jézusom! Hát felhívom a papot, hallod. és most eltelt, tehát hogy mennyire hozzá lettünk érzékenyítve ehhez a témához, mert eltelt pár év, és ma meg úgy nézett, hogy ja, nem, bináris. Hát ez már szokja, hát ez már ez ilyen. Ja, igen, nem? Nem, hogy ez mennyire durva, hogy... Szörnyű. Ezt a nyúlüreget Conchita Wurst, Virsli Conchita nyitotta ki. De most érted, az akkor egy meghökkentő dolog volt. Szakállas nő volt, egy nővé sminkelt férfi, erre is kiterül majd. Egy hosszú hajú férfi. Igen, ennyi, konkrétan ennyi. Igen, ennyi történt. Aki amúgy, hát kiderült később róla sajnálattal, ugye hogy megint férfi, nem? A szivárvány közösség éces férfi, HIV pozitív férfiének a számát gazdagítja sajnos, mert kiderült róla, hogy HIV pozitív, ami nem köthető össze az ő nemi identitása, meg a szexuális szokása, és csak úgy megtörtént azt mondják. Ez nyilván, ahogy a majomhimlőnél is mondták, hogy a fürdőben kapta el. Beleúszott, tudod, a klóros vízbe. Nem ő volt az, aki pár évek később között, hogy férfiként élt? Tehát, hogy nem az volt, hogy levágatta a haját, már nem sminkelte magát, még ilyenek. Én láttam róla azt hiszem, hogy ilyen aktuális képeket, és igazából úgy nézett ki, mint egy csávó. Tehát rendesen, tehát nem, jó, most nyilván nem tudom, ezután tud-e rendesen kinézni valaki. Jó, de az adottságokhoz képest. Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy aztán levágatta a haját, szakállat növesztett, meghagyta a szakállat, és Magyarországon pártot alapított. Ja, nem. Nem, mert amúgy feltűnő, tehát sokan... A hasonlóság. Igen, gúnyolódtak rajta, hogy Fekete Győr András, de tényleg azok a vonások, meg azok az arc csontozat, csak simán egy véletlen, hogy hasonlít, de vicces. Vicces, igen. Igen. Na, ennyi volt. Ők bizonyára bekerültek volna, ahogyha Magyarországon indulnak a Forbes Top 20-as listájára. De ezeket kiállítja meg, hogy mi alapján? Hát szakemberek, azok, akik nem az összeszerelő üzembe mennek, hanem szociológusok helyett azok csinálják. Igen. Ők összeállították a Forbes 20-as listáját, ahol a The VR lett az első, Viszperton a második, és Dancsó Doppergés nincs rajta. Tehát igen. Dancsó Péter nincs rajta a Forbes leghíresebb, vagy legértékesebb magyar celebei. Jó, amúgy a VR-t azt értem, azok jó, egy konkrét brandet hoztak létre, nagyon komoly, abszolút profik. Szerintem azt lehet mondani. Láttam a stúdiókat felvételről. Hallod? Hallod? Igen, tehát... mi is volt, hogy néztünk otthonról bele a streamjukba. Az egy nagyon komoly. Ki van találva? De ezek a csávók hosszú évek munkáját tették bele, és az életüket tették fel, igen. Így van, az egész életük elő, és valószínűleg ebben a nem tudom, mondjuk 10-15 évben, mióta csinálhatják, volt olyan időszak, amikor kurvára nem érte meg, mert most már azt gondolom, hogy főleg, hogyha egy ilyen top listának az első helyén van, akkor már megéri ezzel foglalkozni. De nem is ezek politizálnak. Így van. Szóval, hogy ezeknek az embereknek azért ez szerintem ez egy kitartó munka, minden. Én abszolút el is ismerem. De akik utánuk következnek a listán, és most nem akarok személyeskedni, hogy a Viszpertontól a nem tudom, az Eurovíziós dalfesztivált küldeném, de hát ez, én na mindegy. Én ezen nagyon fel vagyok háborodva, mert hogy ott van az, hogy a produktum, meg a kemény munka, és a tényleg az full szimpatikus, el tudom ismerni, és a sminkelem magam meg, döntsétek el, hogy melyik szedben utazzak Los Angelesbe videók, hogy? Ez hogy? Haul videó, ezt igen. Igen, és akkor, amikor nekem azt tetszett, amikor ő coming out-ot és közölte, hogy... Ja, igen, óriás meglepetésben. De már nem akarom őt bántani, csak hogy szerintem ez nem produktum, ez nem teljesítmény, hogy te felveszel sminkelős, meg felöltözős videókat. Nem, hát ő azt csinálja, hogy ugye belesuttog a mikrofonba, megkocogtatja, és aztán ilyen nagyon rapid vágásokkal az összes, tehát az vitte fel őt erre a top listára, meg az ő siker, hogy egyrészt nem tudom, hogy ő vágja vagy neki a kezdetekben, de hogy nagyon ügyesen fel, nagyon ügyesen meglovagolta ezt a trendet, nagyon ráérzett ezekre a trendekre, és ami még fontos benne, hogy ő azért
nagyon hozzá ezt a nyugati, gyertek velem vásárolni, shoppingolok, ez igen, a konzumidió. De ez nem ez érték. Ne, ez nem ez, érték, de hogy érték. Hát pont, hogy ezt szerintem ez tök káros, tehát hogy mindegy, mert tényleg csak mindig ez van, hogy csak jól felhúzom rajta magam, hogy emberek ebből meg tudnak élni, hogy gyertek velem, igen, hogy gyertek velem vásárolni, meg itt van a legújabb együttműködés, nem tudom, és így úristen, és szerintem ez borzasztó. És akkor itt van még a harmadik helyen Nessai, te őt ismered-e? Igen, ő is ilyen videós játékos, nem? Én alapból bennem van egy elég erős gamer vonal. Neki elmondom, milyen van. Nem, neki van valamilyen üdítője. Nem az a, nem a Nessai, hanem az a José atyáé. Tényleg? Igen, az ember. Igen, ennyi. De a leghíresebb influencerekről beszélünk, vagy legkeresettebb, meg legtöbb értékesebb. De annyi a lényeg, hogy én most, hogy ki mit gondol Nessai-ra, az egy szubjektív dolog, de én személy szerint nem szeretem, mert szerintem ez a... Én mint gamer mondom, van bennem egy erős gamer vonal. De kíros, te jó, igen. Jó. Én amikor leülök játszani egy akármi játék, olyan, mint a filmet néznél, akkor én úgy ülök magam, odafigyelek, elolvasom a párbeszédeket, és nem ripacskodom közben, arról nem narrálom azt, amit csinálok, de ha még meg is tenném, tehát nem tudsz úgy játszani, ahogy filmet sem tudsz úgy nézni, hogy közben te ott zajongsz magadnak. Nem, én nem szeretem ezt a stílust. Értem, jó, hogy miért kellendő, de nem meg, szeretem. Na, de pont ez az, hogy közben meg nyilván ez ad egy arcélt a dolognak, meg emiatt jegyzik meg. Ez lehet, hogy megosztó, de hogy ha megosztó, az egy jó dolog valamilyen szinten, mert azért az azt jelenti, hogy valakinek nagyon tetszik. 12 éveseknek. Én ezt elfogadom, hogy ő a célközönség. Nem, ezzel nem kisebbítem az érdemeit, csak amúgy mondom, én személy szerint nem szeretem. Én nem nézek ilyeneket, tehát hogy ilyen játék közvetítéseket abszolút soha életemben egyet nem néztem nem meg. Tudom elképzelni, hogy kinek érdekes az, hogy egy másik embert nézem, miközben játszik, viszont abszolút elismerem, hogy tehát, hogy ez is egy része a YouTube-nak, vagy nem tudom, az egyik legnagyobb Twitch. Sajnos amúgy. De nem, figyelj, van, amikor valaki olyat játszik, például nem tudom, mit mondják, de vannak bármilyen olyan, a Witcher. Az legenda. Az, ha megnéznéd a bejátszásokat, azt mondod, hogy filmet néz. Az egy legendás alkotás. Lengyel egy közeli hozzátartozóm is játszik a játékkal, vagy játszott a játékkal. A igen, a és nem tudom, ami a legújabb. Jó, igen. És beleszeretett? Bele. És helyes. Ezúton is üdvözlöm a közeli hozzátartozót, és kiváló ízlése van. Igen, de hogy, több téren is. De hogy alapvetően, és ő egyébként, ő az, aki azt mondja, hogy szerinte ennek van létjogosultsága, hogy vannak olyan, most, és nem akarok lekicsinő lenni, de mondjuk olyan kis fiatal gyerekek, akiknek nem veszik meg, vagy még nem most fogják megvenni ezt a játékot, de kíváncsiak rá, hogy milyen, és akkor annak az egy izgalmas, egy gyereknek izgalmas lehet az, hogy megnézi, hogy fú, ezzel milyen jót lehet játszani. Igen, elfogadom ezt, hogy van létjogosultsága, én nem szeretek online játszani, nem szeretek csapatban játszani, én egy ilyen nem is tudom, de ez igaz a sportokra is. Én nem szeretem a csapatsport, nem szeretek semmi, és még teniszezni sem szeretek, mert azt is ketten kell, inkább fallabdázom. De most értsd be a lényeget, én nem szeretek ilyeneket. Jó, ez típus kérdése, igen. De ettől függetlenül van létjogosultsága, úgyhogy elfogadom Nessait, és akkor itt még mehetünk. Ja, igen, tehát hogy én a Nessait abszolút nem káros influencerek közé sem. Nem, tehát, csak hogy... igen, ez... Hogy nekem ő olyan, hogy jó. Hát van. Létezik, van, oké. Tehát, hogy miért még bárki megsértődne rá, aki nézi őt. Tehát nem, én csak simán nem szimpatizálok a stílusra, amit képvisel. Ellenben, ha ott van például Just Widman. Hát Widman, ne viccelj. Ritkán csinál ilyen Widman klasszik videót, de azokon igen. Sírva nevetsz. És tudom, hogy hol van, tudom, hogy ki kerül egy irodában, de ettől függetlenül vicces, baromi vicces, és ő megérdemelt volna szerintem magasabb helyet is ezen a listán. És ott van nekünk még a, ki van még ott, hát ne haragudj, Whisperton fölé mindenképpen oda lehetett volna tenni. Ott van még a Csigér Alex. Igen, ő is megvan. Ő azt hiszem könyveket kritizált, könyvkritikákat csinált nagyon régen. Na hát nagyon régen, nagyon, nem, nagyon, most már nagyon és most ilyen tiniknek, ilyen tini élethelyzeteket mutat be a családjával, szóval ilyenek. És várjál, mi volt még ott? Ja, hát persze, Szirmai is ott van. A Szirmai Gergő. Jó, mondjuk az viszont nevetséges, hogy a Dancsó kiesik, de Szirmai Gergő még ott van, nem? Hát jó, de Szirmai Gergő, tudod, hogy kinek a... Na, érted, ez a... Kinek a kloakáját nyalogatja? Na, ez undorító volt. Hát de... ez tényleg az volt. Én egyébként őt nagyon kedveltem régen, de szerintem abszolút nem az aktív influencerek, vagy az ilyen felhasználók táborát erősíti ma már, vagy nekem legalábbis most tökre nem ez jut róla eszembe. Szerintem volt egy nagy felfutás, és nem. A filmkritikákhoz tényleg ért, ezt nem vitatom, de... Meg az jól is állt neki. Igen, szerintem az a... Nem mindegy, szerintem az egy jó... Hogy mindig az van, hogy az ember ért valamihez, amiben jó, és akkor utána meg el akar kezdeni valami olyat csinálni, amiben meg nem feltétlen, igen, és kár, pedig
a filmkritikák az is egy ilyen, ugye szerintem amikor Dancsóról beszéltünk, akkor is nagyon szóba került, hogy ez egy jó, és a Dancsónak is egyébként ezzel kellett már foglalkozni. Ez egy nagyon-nagyon jó terep volt. Hiszem azt, hogy az kell, hogy egyszer visszatérjen, de ugye ahhoz kellenek trash filmek, az meg ugye, hát mostanában senki nem csinált trash filmek, ugyan, de hogy na, tovább, és már kezdünk a végéhez érni. Egy tanulmány szerint vonzóbbak azok a férfiak, akik sminket viselnek. Kik számára vonzóbbak? Ez azért érdekes kérdés. Mert ha olyan férfiak számára, akik szintén sminket viselnek, az na figyeld, a cikk azt írja, hogy a sminknek megvan az a képessége, hogy kiemelje az előnyös vonásokat, és elrejtse a tökéletlenségeket. Köszönjük, ezt eddig nem tudtuk. Ezzel pedig még férfiasabbá tudja tenni a férfiakat. És erre a cikkben egy Jared vagy Jared Letós rózsaszín szemű sminkkel, ilyen élénk ciklámen szemű férfit vágnak be. Igen, nem. Tehát a válaszom nem. Szerintem is azért szakértőt nem. Szakértőt hallottak. De azért nem, mert most szerintem annál kiábrándítóbb dolgot nem tudok elképzelni, mint hogy tudod így fú, na, ott szalapozott be egy kis izé, vagy nem tudom, egy ilyet látnék egy csávon, az ott instant vége, nem? Tehát ez ott, jó, akkor... Instant vége. Az ott, nem, hát akkor jó, akkor köszönöm a találkozót, egy élmény volt, akkor szia, nem? Csak mutatom, hogy rajtam egy gram nincs. Még nyilván egyébként rajtad is volt már smink. Tehát amikor rám tették a stúdióban a sminkesek, mikor kötelező volt a tévé miatt. Igen, igen. És most figyelj, nem voltál halálos, mint tehát nem ki volt húzva a szemed, nem, meg ilyenek. A puder, ugye azért van egy bőrszínű puder, hogy ne csillogja a lámpa, ez az arra kell. De itt meg nem erről beszélnek. Nem, itt abszolút, itt arról beszél, hogy... Pacek sminkről beszélnek. Igen, tehát hogy a szemét hogy lehetne jobban kihangsúlyozni egy csávon, hát... Szándokán, tudod, hát ez a... Figyelj, én elképzelem azt, amikor Józsi, a kőműves, reggel még készülődés közben, mikor berakja a kis szendvicsét a kis uzsonnást, és akkor a feleség elkészíti, így bemegy kihúzni a szemét, hogy kiemelje a vonásokat, és ebédszünetben, mint a megebédeltek a másik kőmesek a malter keverés közben, ő kimegy megigazítani a pudrét. Nagyon férfias lehet. Igen, meg a... Ez hihetetlen. De Bispertonnak látod neki... És mindnélkül meg se ismerném őt. Igen, szerintem abszolút. Tehát neki ez az identitását képezi. Tehát az olyan, mint a Tony Starknak a vasember páncél. Az ő a páncét, Bispertonak, és ő a smink. Igen, de egyébként van több ilyen magyar TikTokos influencer, akik szintén fiúk és sminkelnek, és hogy szörnyű. Ez olyan, mint a fészapos filtereket, tudom, amikor a pasik is használják, mert én na azt... Na hát az, Jézus. Én azt valahogy nem kultivál, nem tudom. Tehát, ez hogy... a nőknél se, tehát az ott is gáz. Jó, de az hogy mondjam, a férfi szemnek kedves, én ezt elfogadom. Férfi szemnek kedves hol? Jó, amikor csinire filter, jó, várj, filter és filter között is van különbség, tehát amikor van az orosz rulett, amikor tudod, a Tinderen válogatod a csajokat, és akkor van egy ilyen négy fős csapat, és mindenkinek, és látod azt, hogy mindenkinek tök átlagos az arca, és akkor van egy filter, tudod, hogy ő lesz az, igen. Tehát nyilván nem erről beszélek, hanem úgy arról, hogy amikor valaki feltesz egy kis árnyalatot, vagy valami, azt én el tudom fogadni, az szebb, oké. De itt, amikor, és figyelj, ez a női portál, aki ezt írja, ez arról akarja meggyőzni a férfiakat, hogy sminkeljék magukat, de azok a férfiak, akik ezt a női portált olvasák, szerintem nem kell, hogy győzködjék őket. Nekem itt van egy kis... Ez egy teljesen milyen élet... érdekes, nekem ezt a cikket nem dobta fel. Ezt ki fogom írni a pólómra. Honnan... Nekem ezt a cikket nem dobta fel. De honnan válogatsz? Merítek, ilyen a posványosban egy ilyen nagyon mélyet merítek. És van még egy másik, ez csak egy rövid hír, a Telex arról írt, hogy az önkiszolgáló pénztárak kezdenek kiszorulni Amerikában, mert sok velük a lopás, sokat igen, lopnak. Igen, egyébként ez most azt mondom, nekem is van ilyen ismerősöm, aki rendszeresen megjegyzi, hogy hú, most megint elhoztam egy nem tudom mit az, hát... Nem ár. Igen, ugye, hogy nem ár. Ez olyan ciki, tehát, hogy mondjam, senkit nem bátorítok a lopásra, senkit nem bátorítok sikkasztásra, hogyha valaki el tud emelni úgy 10 milliárd forintot, hogy kiköltözöm vele Mexikóba, és sose jöjjön haza, és hogyha ezt azt mondja, hogy nem teszi meg, akkor azt mondom, hogy megvakarom a fejemet, de megdicsérem érte. Ha megteszi, akkor így megpödröm a szakaszt, és oké, well done. Tehát nem támogatom ezt, de amikor valaki ellop egy rágót, vagy nekem egy ismerősöm, egy a boltban, nem tudom, valamelyik ilyen fast fashionben, az XXL ruhán, vagy nem tudom, az S méreten alacsonyabb ár volt, az M-en meg nagyobb, mert többen, és kicserélte a címkét, fú, de gáz, hallod, nem már, ne csináljatok már ilyet. Na, szerintem is gáz, tehát, hogy de egyszerűen
az ilyen önkiszolgáló kasszáknál, ez egy, ugye azt hiszem, kísértés. Hogy a cég... Igen, hogy nem, nekem nem például, de sőt, én biztos, hogy jobban félnék attól, hogy lebukok, vagy valami, és akkor az a megalázottság, az sokkal kellemetlenebb lenne. Nem ér annyit egy ízé, mit tudom. Csomagrágó. Vagy egy, mit szeretett, párizsi, vagy mit tudom, nem, most gondolj be, hogy, igen, hogy most, mert hogy olyan óriási tétet úgyse tudsz elemelni, nem? Maximum, most mondok egy 1000 forint, nem? Tehát mondjuk egy 1000 forint, hú, megkárosítottam a boltot 1000 forinttal. Na, és most jön a csavar a kérdésben. Mit gondolsz, és ti is írjátok meg kommentben, mit gondoltok róla, mert amikor az önkiszolgálónál készpénzzel fizetsz, és többet ad vissza, mint amennyit kellene, azt visszaadod a gépnek, jelzed, vagy megtartod? Hol történik ilyen? Nálam megtörtént Londonban, volt ilyen, többet adott ja, vissza. Ja, és gondolom visszaadtad, nem? Természetesen. De sajnos csak otthon vettem észre, ugye nem számoltam. Hát én zsebre nem számoltam meg a pénzt. Én sem szoktam megszámolni egyébként, és lehet, hogy ez hiba. Tehát, hogy ez lehet, hogy... Én elhiszem a gépnek, hogy odafigyelt erre, és kb. Úgy, meg amúgy kártya, én nagyon ritkán fizetek készpénzt, inkább csak megszabadulok. Ez érdekes egyébként, hogy lehet, hogy a pénztárosnak, hogyha egy pénztáros ad rosszul vissza, neki szólok. Egyébként igen, neki biztosan, szólok. Igen, nekem ilyen már többször volt, hogy pénztárosnak jeleztem, hogy nem jól adott vissza. Ez egy robot. Igen, de hogy a gépet nem sajnálom annyira, nem? Nem mondjuk ugyanabból a zsebből veszed ki ezzel a pénzt, érted? De ott nem fogják őt felelősségre, nem fogják kirúgni, vagy nem kap fegyelmet az önkiszolgáló pénztár. Igen, nem, valószínűleg, hogyha rosszul adna vissza, nem szólnék, de hogyha egy pénztáros, akkor igen. Na ezen a komoly erkölcsi dilemma. Ez egy komoly erkölcsi. Tudod, hogy mit szerettem? Nagyon volt a szintén London, és én imádnám, hogyha itthon is lenne ilyen. Elveszel egy ilyen kis pisztolyt, ilyen kis szkennert, jársz, szkenneled be a terméket, és már rakod be a bevásárlókocsit, meg a szatyorod, hogyha viszed magaddal, ugye ez arra van, hogy vigyél magaddal a külön táskát, már rakod bele, már szkenneled, a pénztárnál odamész, lecsipogod a gépet, és csak azt, és nem de kell... De már ilyen is van, már van. Hol van? Hát egyébként hozzánk most nagyon közel, itt a Bécsi úti Tesco-ba máz van, igen. Na, hát én ezt... Igen, ez egy... Ott is a Tesco-ban volt, ott is először, igen. Ez egy viszonylag újítás, igen. Én mert szeretem ezt nagyon. Én attól vagyok ki az önkiszolgáló kasszáknál, amikor például az van, hogy elkezded rápakolni, uh-huh. És akkor a zacskót nem jól méri, mert ugye méregeti a súlyt is. Az osa nem méri. Igen, és az sokkal jobb, és ez az osamban még a nagy kosárral is inkább bemegyek, mert az tök jó az önkiszolgálat. Ez saját nem a reklám tempomba helye. Átpakolom én, ahogy akarom, ez legjobb, de az ilyen Spar, Tesco, nem, Lidl, ahol mérik, és nem. Akkor mérik, és akkor tudod, egy valami egy picit félrecsúszik, múltkor odajön hozzám az eladó, hogy hát, hogy én hogy merészelem kell már elkezdeni, mert már a rakodópulton elkezdtem a szatyorba beletenni, és mondta, hogy csak a fizetés után van pakolás, és akkor már, hogy ugye rosszul méri akkor a szatyrot, meg a minden, és utálom. Hanem ennél rosszabb rendszer a földön. Vagy nincs. Amikor mit én veszek paradicsomot, vagy nem is, ilyen kétfejes salátát, ami darabra szkennelsz, igen. És akkor beszkenneled, és ugye kettőt kellene beszkennelni, de mire oda teszed a mérlegre, nem vehet... Ja, hagyjatok már! Ennél rosszabb nem. Nincsen. Na, ez szörnyűség. Ez a lopásokat jól ki tudja szűrni, de borzasztó dühítő. Igen, nagyon dühítő, és igazából szerintem több problémát okoz az, hogy mindig felvillan a piros, jönnie kell az eladónak valamit mókolni a gépen, akkor már egyszerűbb lett volna, hogyha... Mert ugye azzal szokták indokolni, hogy nincsen elég eladó. És akkor neki könnyebb az, hogy odaállítanak inkább 3 eladót, akik figyelik azt, hogy mi történik, mint az, három hogy... Pénztárt nyissanak, mint igen. 3 pénztárt nyissanak, igen, és hát nem tudom. Én szeretem az önkiszolgáló pénztárat, de nem ezt a kőkorszakit. Na, utolsó témánk, és én hittem azt, hogy ebből a kis rövid, egyszerű dologból, ebből egy ilyen beszélgetés. Én biztos voltam benne ebből az önkiszolgálóban, mert ez érdekes téma. San Franciscói pohárcsere program. Ugye volt Magyarországon a tűcsere, San Francisco pohárcsere van. Ez Ambrózi találmánya, amikor az állam a részegek hóna alá nyúl, és megemeli őket, nehogy szenvedjenek. Na, ugye, figyelj. De hogyan? Mondom, mi történik, ez nagyon röviden. Meghatározott mennyiségű alkoholt ad alkoholfüggőségben szenvedő önkéntes résztvevőknek, tehát ugye, ha te önkéntesen részt veszel a programban, a San Franciscói Közegészségügyi Osztály által működtetett Managed Alcohol, azaz támogatott alkoholok program annak érdekében, hogy tehermentesítsék a város segélyszolgálatait, és védjék a hajléktalan embereket. Mondom nagyon alakban a sztorit, van egy ilyen civil szervezet, akik kibéreltek valami lepukkant csótányrákta motelt, van benne 20 ágy, odafogadtak 20 csövit, és őket itatják, ezért évente San Franciscótól mennyit kapnak? $5 millió. Ez 1,18 milliárd forint talán. Igen, évente? Azért, hogy 20 csövet bebasszassanak. Tehát ilyen a világon nincs. De nem, hogy
Milyen leleményesek, nem? Amúgy én ezt irigylem. Hát ez hihetetlen, hallod. De hogy... Bepaszatnak a húscsövet. Hogy engem itt elvesztettetek, de hát hogy lehet ilyet csinálni? Ja. Jó, hát most erre mit a fog? Társadalom jobbítók, nem? Hogy, de nem, hogy... De elképzelem ezeket az alkoholizmusban szenvedő. Nem szenvednek ők ezek. Jó, az igaz, hogy nem szabad megvonni tőlük rögtön az alkot, mert belehalhatnak. Hát jó, de most bocsánat. Jó, én ebben én nagyon izé vagyok. Kiám szarja le, jó, akkor viszont látásra, akkor nem, de hogy, tehát hogyha ki akarjuk szedni ebből az állapotból az embereket, szerintem... Akkor nem benne tartani kell őket. Nem benne tartani kell őket, pontosan. Tehát nem az, hogy akkor még konzerváljuk a helyzetet, igen, és akkor, még, akkor most már csak egy kicsit legyél alkoholista, hanem nem, akkor drasztikusnak kell lenni. Nyilván ezt nem én tudom megcsinálni, hanem erre mondjuk szakemberek, akik tudják, hogy hogyan kezeljék az ilyen embereket, de hogy, és akkor jaj, nem, hát de akkor csak egy picit, minden nap egy kicsit, de minden nap egy kicsit, az ugyanúgy az alkoholizmus. Így, ugye így válsz alkoholistává, tehát így válsz alkoholista, minden nap egy tüske. Tehát ezzel válsz alkoholista. Tehát az, hogy egy hétvégén, egy hónapban egyszer-kétszer bebaszt csizol a bulikában, az oké, okay, de akkor válsz alkeszi, amikor minden reggel igen. Azzal kezdem, hogy tüske, tüske, tüske. Tehát nem is értem, de... Leleményesek. San Francisco, tehát hogy... Jó, hát most mit mondjunk erre? Amúgy az a vicces, hogy amikor a kínai elnök Xi Jinping ott járt, akkor valahogy eltakarították az utcákról a csöviket, a drogosokat, a szivárványzászlag, mindenkit, bocsánat, a szerhasználókat, így helyes most már őket mondani. És ugye ez meg, de ugye alapvetően itt Magyarországon is volt olyan vita, hogy a szerhasználókkal hogy bánjunk, mert ugye az állam köteles gondoskodni, de hogyha minden héten már ilyen a halál közeli élményé szúrja magát, akkor minden héten ugye vigyék be őt a kórházba, és akkor a mentő meg minden terhelődjön azért. Tehát valami megoldás kell erre, és nem tudom, hogy mi lenne a jó megoldás, igen, de az nem, hogy adsz neki ez még. Ez kinyit egy olyan kaput, ami végtelenség lehetne erről beszélni, és nyilván egyikünk is a szakértő, nem tudom, hogy ebben hogyan lehet szakértő pontosan, tehát hogy annyiféle a drasztikustól az egészen idáig, hogy a jaj, akkor csak egy kicsit legyél az, igen, és igen. Akkor ezért, hogy egyszerűen én sem tudom, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, de hogy biztos, szerintem ez biztos, hogy rossz megoldás, hogy mint a tűcsere program. Remek a tűcsere. Vigyünk be mondjuk valamelyik a Szemlőhegyre, tegyünk be egy tűcsere bódét, és szoktassuk oda a környék drogosait, hát ha majd leviszik az ingatlanok árat, aztán majd valaki megveszi őket. Na. Nem, jó ötlet, ugye? Biztos nem erről szólt a történet. Biztos nem akarták a 8. kerületet szándékosan lezüleszteni, hogy lejjebb menjen az ingatlanok értéke. De most nagyon durva a 8-ker. Hallod, az aluljáróban egy Eurovíziós dalfesztivált meg lehetne tartani, annyi gender van. De az a hatodikban is. Igen, de most a 8-ban, tehát hogy persze nem akarok nagyon elkanyarodni a témát, meg már szerintem már vége felé járunk, de hogy ott a Kocsis Máték, ameddig a Máté ott polgármester volt, ezt nagyon-nagyon rendbe vágták, de olyan... az már nem a 8-ker volt, hanem az egy az ilyen... A 8. kerület igen, volt, igen. Az egy fejlődő, prosperáló kerület volt, és ugye 5 éve vannak ott most a Pikuék, és frankon ugye drogközpontot akarnak nyitni, amit végül de nem tudtak... De az már van ott, nem? De aztán végül, igen, de hogy amúgy végül a hivatalosat nem tudták megnyitni, mert olyan társadalmi ellenállásba ütköztek. Hogyne. De nem vagyok 100%-ig biztos, de hogy a folyamatosan zül lefele a kerületet, nagyon durva. Ez kb. Számomra olyan, mint amikor egy ilyen pedofil rehabilitációs központot nyitsz egy óvoda mellett. Ez kb. Számomra. Na, ezzel a gyönyörű szép nagyon hasonlattal szép zárjuk szóval ezt. Igen. Kommentben írjátok meg, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Úgy írjátok igen, meg kommentben, hogy a YouTube algoritmusa elbírja azt a kommentet. Engem is érdekel egyébként, mert szerintem nincsen senkinél a bölcsekköve, nem? Tehát ezt nem tudjuk. Valaki viszont a San Francisco-ban náluk van a bölcsészetköve, úgyhogy inkább itatják 5 millióból a csöveseket évente. Hihetetlen. Na, ennyi volt. Csá. Sziasztok.